Csejicsner Ottilia vagyok, angol-magyar szakon végeztem az ELTE-n és dramaturg szakon a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Elkezdtem akkor utána egy doktorit anglisztikán a Géher István műhelyében. Sokáig nem találtam a témám, akkor találtam meg a témám, amikor a Magyar Rádióhoz kerültem rádiódramaturgnak. Itt töltöttem 2010-től 2018-ig mondjuk így 7,5 aktív évet. Készítettem több mint 40 hangjátékot, illetve az Időfutár című sorozatnak voltam az egyik dramaturgia Palotás Ágnes mellett, és nagyon lassan formálódott az, hogyha én rádiódramaturgiával foglalkozom, hangjátékokkal foglalkozom, akkor talán a rádió Shakespeare adaptációból kellene megírnom ezt a doktori disszertációt. Ezt nem könnyű kutatni, ugyanis a 2011. január 1-ével megalakult MTVA diszkrecionális jogkörébe tartozik, hogy a kutatást kinek milyen körülmények között engedélyezi, illetve azért sem volt könnyű kutatni, mert a szalagtárban voltak ezek az 1950-es, 60-as, 70-es években készült hangjátékok, több mint 30 Shakespeare hangjáték van egyébként, és teljesen egyértelmű volt, hogy addig, amíg ez a korpusz nem digitalizálódik, addig nem nagyon lehet kutatni, ugyanis a szalagok megsérülhetnek, nem csak azért, mert esetleg én nem tudom már használni a magnót, mert azt meg lehet tanulni, hanem vannak olyan szalagtípusok, aminél a lejátszáskor fölragad a mágnes a fejre, tehát a magnó lejátszó fején marad az anyag, és akkor soha többet senki se tudja meghallgatni, ilyenkor ezeket megsütik, nagyon aprólékos munkával a szalagot először felkészítik arra, hogy le lehessen játszani, és akkor viszont már egy restaurátor, digitalizáló kollega, tehát egy hangmérnök foglalkozik vele. Tehát várni kellett arra is, hogy ez a korpusz olyan állapotba kerüljön, digitális állapotba kerüljön, hogy ez hallgatható legyen, illetve arra, hogy az úgynevezett műsorborítéktár, ami kvázi a levéltára a rádiónak, szintén digitalizálódjon, hiszen ezek a különböző költözések miatt ide-oda elkerültek. Így végül aztán 2019-ben jutottam odáig, hogy elkezdtem foglalkozni ezzel a korpusszal, végighallgattam a Shakespeare hangjátékokat, megnéztem a műsorborítékban felelhető anyagokat, hozzákutattam az OSZMI-ban, a Színház Történeti Tárban, az OSK-ban, illetve egyes színházak archívumában is, és így lassan kiderült, hogy tulajdonképpen mi is az én témám. Ekkor pályáztam meg különböző ösztöndíjakat, többek között a Collegium Hungaricum Bécsi ösztöndíjat, ugyanis miután meghallgattam a magyar korpuszt, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy muszáj tudnom, hogy mi volt akkor Európában, azon kívül, amit mi csinálunk, mert egyszerűen nincs rálátásom a saját témámra, és ezért pályáztam az ORF-hez. Én korábban, mint rádiódramaturg, több nemzetközi fesztiválon részt vettem rádió műsorokkal, tehát a saját hangjátékaimmal is, illetve más hangjátékokat képviselve. Megfigyelőként is voltam ilyen fesztiválokon, tehát voltam a berlini Prio Európán, a román Pri Nován, a Olmüci Cseh Rádiós Fesztiválon, a prágai ABU workshopon, illetve a Pri Marulicson és a Pri Itálián is. Tehát voltak szakmai kapcsolataim, és az volt számomra fontos, hogy olyan helyre menjek kutatni, ahol feltehetőleg korábban is volt a Magyar Rádió és az intézmény között kapcsolat, és úgy gondolom, hogy az ORF ilyen, hiszen már a kezdetektől kapcsolatban volt a két rádió, majdnem egyszerre indultak, az ORF egy évvel korábban indult, a miénk 1925-ben, az ORF 1924-ben kezdte meg a sugárzást. Nagyon hasonlóan készítettek Shakespeare adaptációkat, és az már itt derült ki, hogy egyébként van egy ugyanolyan nevű sorozatuk is, tehát hogy nálunk is volt egy Nagy Világszínház nevű sorozat, és náluk is, és így kijöttem úgy kutatni, hogy egyszerre kutatok a Színházi Múzeum archívumában, könyvtárában és az ORF-nél, és a témám először tulajdonképpen a Shakespeare ciklusok voltak, illetve az, hogy ezt hogyan lehet vizsgálni. Itt lehetőségem volt arra is, hogy professzor Gmeinerrel, az egyik nagy Shakespeare hangjáték rendezővel, a Salzburgi Körzeti Stúdió rendezőjével találkozzam, és vele egy több mint 2 órás beszélgetést folytassak arról, hogy hogyan rendeződött ez a ciklus. Volt lehetőségem megismerni itt a kollégákat, bele tudok egy kicsit nézni abba, hogy történik a magának a hangjátéknak a felvétele most 2021-ben, ami azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy a magyarországi, illetve az osztrák viszonyokban különbség van a tekintetben, hogy a dramaturgnak mennyire van centrális helye a
a műsorkészítés során, mennyire van lehetőség arra, hogy indítványozza és végig kézben tartsa a produkciót. Erről most tartottam múlt hétvégén egy előadást az első dramaturg konferencián Budapesten, tehát a dramaturg szerkesztői szabadságáról beszéltem a rádióban, és itt az osztrákoknál úgy tűnik, hogy a dramaturgnak sokkal kevésbé van például centrális helyzete, sokkal kevésbé van kezdeményező lehetősége. Ennek valószínűleg lesz kihatása arra is, amikor én erről a rádió Shakespeare ezekről a rádió Shakespeare feldolgozásokról írok, ugyanis Magyarországon a dramaturga az, aki kezdeményezi a műsort, aki felkéri a rendezőt, aki ciklusokat összeállít, és aki tulajdonképpen le is zárja a ciklust, mert az adásbeszerkesztés is rádiodramaturgi feladat nálunk. Itt egy kicsit másképp van, és még akkor arról, hogy hogyan tudok itt kutatni. Tehát én az ORF-nél kutatok az úgynevezett kutatószobában, amit használnak rajtam kívül a műsorkészítők is. Itt van egy nagyon erős úgynevezett feature csoport, tehát olyan munkatársak, akik nem annyira a fikciós területen dolgoznak, hanem a dokumentum hangjáték területen. Ezek ugyanolyan míves hangjátékok, mint a teljesen fikciós hangjátékok. Egyébként az EBU-ban két csoport is van erre, tehát van a Radio Fiction, meg a Radio Feature csoport, ehhez különböző fesztiválok szerveződnek. Vannak fesztiválok, ahol ezt a kettőt együtt veszik, de akkor is meg elkülönítik a csoportokat, és akkor ők például ugyanezt a szobát használják kutatásra. És még egy érdekesség, hogy ugye nekem szükségem van magukra az úgynevezett műsorborítékokra is, amit itt a DokuFunk tárol, és scriptnek nevezik. És nem volt világos számomra, hogy az ORF-nek a Funkhausjában, tehát a 30-as években megépült argentiniás trászei központban, miért nem férek én hozzá a DokuFunkhoz? Hát azért, mert a DokuFunknak az adatbázisát azt egy valamiféle alapítvány működteti, tehát nem az ORF kezeli ezt, és ők ezért nem is teszik az ORF felé közé azokat az adatokat, amiket digitalizálnak, hanem ki kell hozzájuk menni leasingbe, és akkor tulajdonképpen így el kell választani egymástól a kutatásnak az egyik és a másik fázisát. Lehetőség lett volna arra, hogy végig leasingben kutatok a DokuFunknál, akkor viszont nem tudok kapcsolatba kerülni a rádiodramaturg kollégákkal, meg a rádiórendező kollégákkal, akiktől viszont szakmai reflexiót vártam. Úgyhogy ez a dolog így egy kicsit nehezítettebb volt, mint otthon, ahol a kettő össze van kapcsolva digitálisan, tehát egy adatbázisból le lehet kérni egyszerre a műsorborítékot és a hanganyagot, és itt a legvégén derül ki, tehát a kutatás legvégén derült ki, hogy a Bécsi Egyetem Institut für Zeitgeschichte intézetében is van hozzáférés az úgynevezett COCO-hoz, ami a hanganyagokat jelenti, úgyhogy én most nagyon remélem, hogy abba is bele tudok nézni, hogy ott pontosan hogyan történhet a kutatás. Nekem minden esetre nagyon sokat adott ez az elmúlt másfél hónap, mióta itt vagyok, voltam 3 konferencián, megírtam egy 30 ezer leütéses review article-t a Színház című folyóiratba. Van lehetőségem arra, hogy a színházi és zenés színházi előadásokat szakmai egyel végignézzem, erről is fog születni valamilyen recenzió a Színház című folyóiratba, és 3 konferencián vettem részt 3 hét alatt, tehát szeptember 24, október 7 és október 15 körüli hétvégeken volt 3 konferenciában, szerencsére csak kettőre kellett hazautaznom, mert egy online volt, és akkor a zárásképpen meghívást kaptam arra, hogy az Österreichische Hörspieltagén részt vegyek Krémszben, és tehát az utolsó 2 napot én ott fogom tölteni az osztrák kollégákkal, és akkor remélem, hogy a legkurensebb szakmai reflexiókat is be tudom gyűjteni.